Másfél ezer katona és belügyi alkalmazott vonult át ma a bukaresti Diadalív alatt a román nemzeti ünnep alkalmából szervezett katonai díszszemlén. Nikolaj Csuk a miniszterelnök üzenetében hangsúlyozta, az idei év hősei azok, akik a vírussal harcolnak. Az ismeretlen katona szobrát koszorúzza Nikolaj Csuk a miniszterelnök a december 1-i román nemzeti ünnep reggelén Bukarestben. A kormányfő december 1-i üzenetében kifejtette, a nagy egyesülés a kitartás és a kohézió leckéje, mely ma rendkívül hasznos és szükséges. Csak közös erőfeszítéssel tudunk túljutni, ezen a nehéz időszakon hangsúlyozta. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii care... Számomra az idei év hősei azok a románok, akik a COVID-19 járvány okozta válság és szenvedések ellenére dolgoztak, szolidárisak voltak, áldozatokat hoztak, és nap mint nap erőfeszítéseket tettek a vírus elleni harcban. Külön köszönet mindazoknak, akik az orvosi személyzethez tartoznak, és az első vonalba harcoltak azért, hogy életeket mentsenek meg, és lefékezzék a járvány hatásait. A bukaresti Diadalív alatt mintegy 1500 katona és belügyi alkalmazott vonult át, mintegy 100 technikai eszköz kíséretében a katonai díszszemlén 30 repülőgép díszrepülést tartott. Az ünnepség kezdetén Klaus Johannis államfő tartott díszszemlét, majd a nemzeti himnusz és az ágyú sortűz után az elnök koszorút helyezett el a Diadalívnél. A katonai parádén Klaus Johannis elnök mellett Nikolaj Csuka miniszterelnök, valamint a kormány tagjai, intézményvezetők, diplomaták, egyházi vezetők, politikusok és veteránok is részt vettek.